Talán emlékeznek még rá, hogy tavaly február utolsó vasárnapjának éjjelén egy különös dolog történt. Megvilágosodott az ég. Meteorit csapódott be Szepsitől nem is olyan messze. Ezzel egy időben állítólagos jelenés történt tornán. A következőkben ezzel az eseménnyel foglalkozunk, illetve egy esztendő elteltével a jelenés utóéletével. Február utolsó vasárnapjának éjjelén sokan különös hang- és fényjelenségre riadtak, illetve figyeltek fel Dél-Kelet-Szlovákiában. Egy meteorit csapódott be Kassa környékén. A következő különös történetünk az egykori megyeszékhelyen Tornán ettől a naptól datálódik. Nem mindennapi esemény foglalkoztatja a tornaiakat. Rigóéknál jelenés volt, aminek gyógyító hatása is van, állítólag. Talán ez most több helyi lakost izgat, mint az, hogy tavaly ősszel egy orkán erejű szélvihar elvitte a település legszebb épületének, a hajdani vármegyeházának tetejét. Én szerintem igaz lehet. Magától nem talál ilyeneket kérdem. Hallottam, csak én nem voltam lent. Az Eszperes úr is volt, nem tudott, ki tudott. Beszélik, hogy igaz? Személyesen nem voltam megnézni. Valahogy én ilyenekben gyengében hiszek, úgyhogy meggyőzőbb legyen az a jelenés. Akkor talán elmegyek, megnézem. Nem tudok mit szólni hozzá. Hallottam, de semmi különös, csak hogy megjelent. Fiatalasszony összeesett, mikor megjelent. Ennyi. Meggyógyult, nem kell orvosolni, ennyit hallom. Az egyház mindig óvatos ezeknek a jelenségeknek a megítélésében, mondja Juhász Attila helyi plébános, aki maga is járt a helyszínen. Úgy gondolom, hogy nagyon lealacsonyító lenne az Istenre nézve, hogyha úgy képzelnénk el őt, mint aki bárhol, bármikor megjelenik. Tehát tegyük fel egy szekrényen, kávézacban, a padlón. De a másik oldalról viszont tiszteletbe kell tartani mindenkinek a vallásos érzését. És a vallásos érzésnek különböző megnyilvánulási módjai vannak. Én nem látok ott semmi természetfeletti jelenséget, de viszont annak csak örülni tudok, hogy a romák imádkoznak, jobban hisznek az Istenben. És ne vigyék el késésért, és a szabadítsd meg a konzultúr. Amen. A tornai romák kizárólag katolikusok, de nem erősségük a templomba járás. A rigóik vitrinjének bárszekrénye előtt viszont tényleg naponta imádkoznak, mióta a háziasszony a furnérozásban felfedezni vélte a jelenést. Én láttuk benne sokat, minél többet figyelek, annál jobban jönnek ki minden nekem. Angyalok, Szűz Mária, az Isten, állatkák, madarak, hajó, minden, ami a Bibliában benne van. Mindenki látti, nem csak én. Jártak orvosok, szesztrak, igen. Apácák jártak, és megnézték, hogy igen, hogy ez. A zemenvérül is voltak itt. Postarul voltak itt. Hát mindenki látta. Az említett apáca a 12 apostolt is látta, sőt, még mise jelenetet is. Majd minden nap voltunk imádkozni, este felé, és még gyújtottunk gyertyákat is. Itt van egy árt, itt orra van, itt szeme. Itt ugyanazt látom, itt benne. Akkor itt az Istenke. Így ne. Itt ha ki van feszítva keresztre. Itt meg olyan nagy arcot látok, ne. Szeme van, orra, haja. Látom. Itt meg, ha Szűz Mária volna, az gyereket fog a kezébe. Itt ne. Minél tovább nézem, annál jobban gyűnnek ki minden belőle. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Megláttam, nem tudtam megszólalni, hogy épp a Sifon Kredenc ajtóba mutatkozott meg nekik. Csak ha némelyik nem hiszi, azt mondod, nem igaz. Azt mondjuk, hogy az nem létezett, hogy Kredenc ajtón Jézus megterem, pedig meg ahol ő akár, ott terem meg. A helybeliek állítják, az utóbbi két hétben többen is meggyógyultak a Virág utcából.
Rigó Mária azt meséli, hogy már az üzletbe sem tudott elmenni, annyi erejesen volt, de mióta a jelenés előtt imádkozik, már a gyógyszereket is félretette. Én nagy beteg vagyok a szívemre és vérnyomásra, meg a holeszter magas. Mióta túl ide bejöttem ebbe házba, és megláttam a jó Istent, a szűzanyát, és azóta túl jobb nekem, ki is kopogom, se tabletot nem veszek, semmit, és a bódba is nyugodtam, amikor elment, még nem volt ez a zügy, annyira fúltam, meg rosszul voltam. Mióta túl ez megtörtént, azóta túl oly könnyű nekem, hogy jobban érzem magamat. Volt-e orvosnál? Mondta-e az orvosnak, hogy mi történt azóta? Nem voltam az orvos. Most kellett nekem menni 3 hónapra, mert járok minden 3 hónapra szepsibe, kontrollára. És nem mentem, mert jobb nekem. Nem szedem a tablettát, és el is fogok menni, megmondom, hogy mi történt, és azóta attól, hogy nem szedek semmit. Jobb nekem. A testvéremnek is jó, és még a férjemnek is jó. Mert ő is vérgyomásos, és lemett neki a vérnyomás. Hogy az inás megfogta az apját, hogy lemett neki a vérnyomás. És azóta neki is jobb, meg sibbadott a keze is, és jobb az inás, vagy mi az ember. A történet fontos része, hogy a jelenés másnapján a becsapódott meteor darabokat is megtalálták a szobában, de arra nincs magyarázat, hogy miként került oda. Tudni vélik viszont, hogy sokat ér a 2 kavicszem, illetve, ha jól megnézzük, lángol a kő. Szóval annyira kultikus helyé vált a Rigóház, hogy a fiatal házaspár 3 gyermekével éjszakára a szülőköz jár aludni, mert, mint mondják, mégsem hajthatják álomra a fejüket egy templomban. Én szeretném, ha ez volna, hogy kápolná, ha megsegítnének engemet a népek, azt akkor adnának nekem egy házat vagy egy blokkot. Az MNV, hogyha adná nekem, ha beleegyezné. Azt akkor elgyűnének ide az egész, azt itt megimádkozzanak. Mert én nem akarom ezt a szekrényt a helyről kivinni. A községi hivatal álláspontját nem tudtuk meg, mert a polgármester nem nyilatkozott az ügyben. A gazdag múltjáról híres, jobb napokat is megélt megyeszékhelyen eddig is sok furcsa dolog történt, ami bekerült Tornaváralja krónikájába. Hogy ez bekerül-e, nem tudjuk, de a Szepsi Városi Televízió műsorába igen, ezt látták most. A Virág utcában tavaly óta sok változás nem történt. Folyamatosan a megélhetési gondok foglalkoztatják az ott lakókat. A híres vitrinről, illetve annak ajtajáról szinte megfeledkeztek, akik pedig hittek benne, azokat egy idő után kinevették, pedig még ma is állítják, hogy segített rajtuk a jelenés előtti ima. Jobban érzem magam. Nincs semmi bajom most azóta, csak némikor a derekám foly, galop. De nem járnak imádkozni már. Hát nem járjunk, mert nem hisz benne senki. Azt mondtok, hogy ez nem igaz. Hogy mi kitanultunk meg az inas. Igen. És még a papucska is azt mondta, hogy ez nem igaz. Volt lent, azt mondta, hogy ez nem igaz. Hogy ő nem látott semmit a szekrényen. Többi látott, ő meg nem látott rajta semmit. És még mindig higgyünk benne, hogy volt a szekrényen. Igen. Hát már most jobb nekem. Meggyógyultunk. És járnak-e még imádkozni? Ma nem. Ma nem járjuk. Miért nem? Na, ha kitanultak olyant, hogy nem hisznek a népek, olyanokat beszéltek, hogy nem igaz, ez nem igaz, vagy kitanulás, meg ilyesmiféle, hogy... Azóta túl, meg az esperes is mondta, hogy az nem igaz, hogy ez a izé van, hogy abba hagytunk mindent. Rigó Dása, a ház gazdasszonya sem beszél már a történetről, bár a köveket azóta is kérték tőle, amit még ma is őriz. Ma már a szekrény sincs meg, bár Dása férje, László, szívesen tájékoztat, hogy a szekrényt odaadták valakinek, de a bárszekrény ajtaja megmaradt. Megváltozott az életük, mit? Az Istenké megjelent. Volt itt az esperes úr, és azt mondta, hogy ő nem hisz benne. Hát akkor az csak az ő baj, amíg higgyünk benne. Mert ha nem lett volna, így nem változott meg az életünk.
megmaradt belőle, gondoltam, hogy ezt nem jó eladni. Eltette magamnak emlékbe. Imádkozok én is hozzá minden este. S jobb. Nem vagyok beteg, ha az Isten kének. És aki hisz benne, ennek mindenkinek jobb. Az öttagú család havi összjövedelme mintegy 400 euró, amit igencsak be kell osztani, hogy kigazdálkodjanak belőle, de az új szekrény mellett több új dologra is tellett tavaly óta, és a legnagyobb ajándék már szintén útban van. A jó Istenke megajándékozott engem egy kis gyerekkel, és a negyedik hónapban vagyok. Terveztünk, sokáig is nem jött be, hát most valahogy. Nem volt szándékunk folytatásos családregényt készíteni a szepsi születésű Grujódás a történetéből, de ha már így történt, így írjuk, ha valami isteni csoda történik a szekrényajtó körül, illetve annak közelében, arról rajtunk keresztül önök is tudomást szereznek.